Itt ülünk a csíksomlyói templom előtt, és az a gondolat látogatott meg, hogy a katolikus szertartásokban azt mondják, hogy ime hitünk szent titka. Persze ez már egy elég érdekes kijelentés, annál is inkább, hogy a hitünknek az alapja az nem titok. És valóban a hívő emberek, a vallásos emberek eltitkolják, senki nem beszél róla. Mindenki jön a szűzanyához, hogy a közbenjárásáért fohászkodjon. És azt, hogy Jézus meghalt a kereszten és feltámadt, azt titokban tartják, nem mondják el egymásnak. Ez az igazság, sajnos. Azt mondja, hogy íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Mekkora igazság ez? Valóban ezt kéne cselekednie mindenkinek, aki megismerte az ő kegyelmét. Aki megismerte az ő kegyelmét, nem tudja nem cselekedni ezt. De mekkora álnokság ezt énekelni, ismételten elmondani, hogy íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk. Kik tesszük ezt? Hol teszik ezt? Ki az, aki ezt teszi? Ki tette ezt itt Csíksomlyón? Hogy hirdette az ő halálát, hogy valóban meghalt ő a mi bűneinkért, a mi szabadulásunkért. És ki vallotta hittel az ő feltámadását? Kik vallják hittel az ő feltámadását? És hogyha nem tesszük ezt, hogy tudjuk ezt énekelni? Hogy tudjuk ezt mondani? Mindaddig, amíg egy halott asszonyt dicsőítünk, és egy halott nőnek a közbenjárásáért fohászkodunk, imádkozunk, hogy tudjuk ezt énekelni? Kinek énekeljük ezt? Vajon miért mondta Jézus azt, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, a szíve viszont távol áll tőlem?